Lég volt egy jótékonysági bootcamp rendezvényünk a Betesda Gyermekkórház megsegítésére. Sokatoknak tetszett az ott alkalmazott gyakorlatsor, és kértétek, hogy mutassuk be, magyarázzuk el részletesen. Ezeket gyűjtöttük számotokra csokorba. Első gyakorlatunk a lateral swing. Vászélességű terpezben állsz, medencét előre billented, farizon feszes, váll lefeszítve, lapocka zár a zsákot a két oldalsó fogantyunk keresztül ragadod meg, picit berogyasztod a térded, előre dőlsz, és szépen oldalirányba lendületesen elkezded mozgatni a zsákot. Figyelj, hogy a medencéd ne forduljon el, és hangold össze a légzést a zsák mozgatásával. Lényeges szempont, hogy a zsák ne menjen be a test mögé. Tehát mindig magad előtt mozgatod. Még egy pár ismétlést. Jó, köszönöm, szép munka. Következő gyakorlatunk a high pull. Szintén vászélességű terbeszben állsz, a zsákot egészen a lábújait, hogy fejezed, lehajolsz, a párhuzamos fogantyú segítségével megragadod, és szépen egy lendületes mozdulattal állig emeled. Arra figyelsz, hogy az emelés közben már billented be előre a medencédet, farizon feszes, lapocka zárt, hangold össze a mozgást a légzéssel, legyen benne egy erőteljes csípő lendítés, hiszen ez fogja felvinni a zsákot egészen az álladig. Kiváló gyakorlat, magába a bootcamp koncepcióba, köredzésekbe, tabata módszerben, nagyon jól beléleszthető, nagyon jól fellövi a púzóst, gyorsan végrehajtható. Jó, köszönöm szépen, szép munka! Következő gyakorlatunk az úgynevezett shouldering gyakorlat. Ennek a lényege, hogy vászélességű terpezben állsz, a lábad közé előre a talajra helyezed a zsákot. Figyelj arra, kérlek, hogy minden zsákon van egy olyan ö, szakasz az anyagon, amelyeken nincsen sem fogantyú, sem cipzár, sem patent. Ez legyen fölfelé. Ennek pusztán kényelmi szempontja van, hogy amikor a válladra helyezed, akkor ne nyomja a bőrödet, ne ö, sértse a mozgás közben a válladat. Tehát egyenes háttal lehajolsz, térdek picit rogyasztva, középen megragadod a zsákot, hiszen nem csak fogantyúval lehet végrehajtani egy gyakorlatot, és egy erőteljes lendítéssel egyszerűen felhelyezed a válladra. Majd visszarakod a földre, és az a másik válladra ugyanúgy felhelyezed a zsákot. Figyelsz arra, hogy sohasem görbíted a hátad, mindig egyenes, feszíted a törzsed a gyakorlat végrehajtása közben. Erőteljes gyakorlat, Kiválóan fejleszti az erőt, a dinamikát és az állóképességet. Még egy ismétlést kérek. Jó, köszönöm. Következő gyakorlatunk a Shoulder to Shoulder névre hallgat. Ennek lényege, hogy ugyanúgy középen megragadod a zsákot, és egyik válladról helyezed át a másikra. A kiindulási helyzetünk ugyanaz, mint az előző gyakorlatnál, tehát a sima felület van fölfelé, középen megragadod a zsákot, és felhelyezed a válladra medencét bebillented, farizon feszes, szép egyenes tartás, vállak lefeszítve, lapockázát. És elindítod a zsákot, és a fejed fölött szépen áthelyezed a másik oldalra. Ugye itt az egyik karod mindig nagyobb terhelést kap, mint a másik. Figyelj arra kérlek, hogy amikor a zsákot helyezed át egyik válladról a másikra, törzsből ne kompenzálj, tehát ne legyen egy oldalirányú kilengés, és lehetőleg a fejedet sem mozgasd. Egy idő után az ember óhatatlan vágyat érez arra, hogy ne a feje fölött emelj át a zsákot, hanem maga előtt tegye, de te ezt ne kövesd el. A zsák mindig a fej fölött mozog. Szépen, évben. A légzést összehangolod magával a mozgással. Még egy ismétlést kérek. Jó, és ugyanúgy szépen egyenes háttal lehelyezed a talajra. Ami ennél a zsáknál egy lényeges szempont, és hogyha csoportos edzéseken, bootcamp foglalkozásokon használod. A tisztítása rendkívül egyszerű, hiszen a szövet egy műanyag bevonattal rendelkezik, és ami rendkívül fontos, fertőtleníthető. Ezt ugye most már minden edzőteremtől megköveteli az ANTS. vagyunk a gyakorlatokon, nézzük meg, milyen ismétlésszámmal és milyen időintervallummal dolgoztunk magán a rendezvényen. 45 másodperc munkát, 15 másodperc pihenést követett, két homokzsákos gyakorlat volt egymás után, majd két TRX-es gyakorlat következett, és ezt összesen két körben ismételtük meg. Mind a gyakorlatok végrehajtását, mind az ismétlésszámot és az időintervallumot a szöveges részben, az FT Corner pontosan leírjuk számotokra. Szeretnénk megköszönni mindannyiótoknak az aktív részvételt és a töretlen lelkesedést, amelyel végignyomtátok az egész rendezvényt. Fontos és lényeges szempont, hogy összesen 162.000 forint gyűlt össze, amelyet a kollégák már elutaltak a kórház számára. A következő rendezvényen újra várunk benneteket, szeretettel, addig is végezzétek a programot, próbáljátok ki, edzetek keményen. Sziasztok!